Üdvözlök mindenkit! Ebben a sorozatban olyan technikai dolgokat szeretnék megmutatni, ami megkönnyítheti egy pedagógusnak a munkáját. Ebben a részben arról lesz szó, hogy hogyan lehet egy PDF-et szétbontani, vagy egy oldalt kiszedni belőle. Itt ugye az ilovepdf.com oldalról már korábbi részekben is volt szó, a leírásban majd kirakom. Itt mindenféle formátumok között tudunk mászkálni, egyikből a másikat tudjuk csinálni, oda-vissza. PDF-ekkel is tudunk dolgozni. Itt a split PDF lesz az a funkció, ami nekünk szükséges. Itt a kis ábrákon is látjátok, hogy abból is nagyjából lehet sejteni, hogy miről van szó, vagy hát ki lehet találni igazából. Öh, hogyha ezt választjuk, ezt a split PDF opciót, akkor itt ki kell választanunk azt a dokumentumot, amit mi szeretnénk szétbontani. Én itt példának egy matek felvételi, egy 8-os matek felvételit hoztam, és itt a megnyitásra ugye ezt itt szépen berakja ide, ide az oldalra. Oké, okay. hát itt um, látszik az, hogy 1-től 12 oldalig vannak a lapok, tehát uh, 12 oldalból áll az eredeti pdf. Na most mi nyilván előre megnézhetjük, hogy melyik oldal kell nekünk. Mondjuk én azt mondom, hogy nekem kell a harmadik oldaltól, vagy mondjuk legyen az, hogy legyen az első négy oldal. Tehát mondjuk ha én az első négy oldalt szeretném, akkor ide az egyest kell beállítanom, ide a négyes, tehát az elsőtől a négyik oldalig szeretném ezt külön uh, formátumba a gépemre, akkor itt a Split PDF gombra kattintva szóval szét is szedte, és hogyha ezt letöltjük, akkor nekem lesz egy olyan PDF-em, ami csak az első négy oldal a teljes eredeti dokumentum helyett. Na hát most elég hülye neveket szokott adni a címének, de ezt nem, nem problémát lehet írni. Ha megnyitjuk, akkor itt már látjuk és azt, hogy egytől négyig, tehát négy oldalas dokumentumunk van tényleg. Így tudunk akár több oldalt kivenni egy dokumentumból. Azt is megtehetjük, hogy mi mondjuk csak egy oldalt szedünk ki, azt is lehet ugyanezen az oldalon természetesen, de mutatok egy másik lehetőséget is. Olyat is csináltunk, hogy mi az eredeti dokumentumot megnyitjuk szimplán, tehát ehhez nem kell igazából internet kapcsolat. Simán megnyitjuk ezt a dokumentumot, és akkor itt látjuk, hogy 12 oldalból áll ugye ez az eredeti dokumentum. Most én kiválasztok egy feladatot, mondjuk legyen ez a feladat, ez a 5 feladat itt ebben a matek felvételiben. Ez az ötös feladat, ez a szöges feladat. Mondjuk én ezt egy külön formátumba szeretném, azért, mert mondjuk én nem akarom az egészet kinyomtatni, vagy nem akarom az egészet egy online órán bemutatni, csak ezt az egy feladatot, akkor én ezt egy külön fájlban szeretném, nem akarom ezt keresgélni akkor ilyen lehetőség is van, hogy a nyomtatás funkcióra kell nyomni, úgymond becsapjuk egy kicsit a programot is, és becsapjuk magunkat is valamennyire, de hát mi tudjuk, hogy ezt miért csináljuk. Ü Itt ki kell választanunk azt, hogy melyik oldalt nyomtatjuk ki tulajdonképpen. Hát nem nyomtatjuk ki, de olyan, mint aki nyomtatná. Hát lehet hogy jelenleg ide is kapcsolni, hogyha éppen egyébként ott van mm, a dokumentum éppen, de ha nincsen ott, akkor az oldalaknál is ki lehet választani, hogy hanyas oldalt szeretném. Hát, hogyha ötös feladatról van szó, az most a hatodik oldalon van, erre figyeljetek azért, hogy ne azt írjátok be, hogy hanyas feladat, hanem hogy az hanyadik oldalon van ebben a PDF-ben. És hogyha ezt beírtuk ide, hogy hatodik oldal, akkor nyomtatásra kell kattintani, arra kell figyelni, hogy ne legyen bedugva semmilyen nyomtató teljes mértékben, mert akkor ugye elkezdi kinyomtatni. Ennek az a lényege, hogy itt az történik tulajdonképpen, hogy a gép az elmenti ezt az egy oldalt külön, majd azt továbbítja a nyomtatónak, hogy azt az egy lapot nyomtassa ki. Na de hogyha nincs bekapcsolva semmilyen nyomtató, akkor tulajdonképpen csak addig jutunk el, hogy ezt külön elmenti a gép, és hát a külön elmenti, itt is van, megkérdezi, hogy melyik mappába mentse el, én ugyanabban a mappába rakom, ötös feladat, beírom így, oké. Okay. És ugye ezt elmentem, akkor ezt el fogja a gép menteni külön, és szeretné utána kinyomtatni, de hát nem fogja tudni kinyomtatni, így eljutottam oda, ami nekem eredetileg a célom volt, hogy itt van egy új pdf, és itt van, hogy ötös feladat, láthatjuk is, hogy egyetlen egy oldalban láthatjuk, itt ez egy oldal. Van csak, amit mi szerettünk volna eredetileg is. És akkor ezt így lehet külön cipelgetni, hogyha esetleg később össze akarjátok fűzni egyéb oldalakkal, akkor arra is már rész, hogy hogyan tudjátok ezt összefűzni. Szóval akár lehet úgy is csinálni, ha mondjuk én csak adott feladatokat szeretnék ezek közül, hogy egyenként kimentegetem, és utána összefűzöm, is lehet csinálni. Tehát mi kedvünk szerint tudjuk szét darabolni, összerakosgatni ezeket a feladatokat, és erre ez az internetes verzió, illetve ez a nyomtatós, kicsit ilyen um, trükkös megoldás is természetesen ugyanúgy. jó.